A Nagy Nagykálói Napstrand a megye első úszómedencés strandfürdője, amelynek területén négy medence üzemel. Önerős beruházásból és pályázati forrásból újult meg a strand teljes területe. A medencék tavaszi karbantartása és a csempézése mellett átépítették a régi öltöző épületét, ahol új szolgáltatások kapnak helyet. Ez az Öldváros projekt keretében megvalósuló fejlesztés lényegében, itt azt akarja, hogy itt a korábbi öltöző épülete került egy kicsit átépítésre, illetve kívülről teljesen megújult, új tetőhéjazatot kapott, új nyilányzárókat kapott, illetve ami nagyon fontos, hogy itt a személyzeti öltöző rész került teljesen átépítésre, és ebben kerül kialakításra majd egy, egy büfé ajándékbolt, illetve ehhez készült el még egy terasz, ami már nem a pályázati forrásból lett finanszírozva, hanem a önkormányzat saját kereteiből egészítette ezt ki. Kultúrát, környezet és minőség fogadja a strandra látogatókat, a medencék tavaszi karbantartása, új gépészeti elemek, vízforgató és töltőrendszerek cseréje is a jobb vízminőséget és a fürdőjelményt szolgálja. A környezet megújulásában segített, hogy bokrokat, fákat, cseréket ültettek és gyalogsétányt alakítottak ki az önkormányzat saját költségén. Emellett szintén saját költségem épült meg a sétány, a befelé jövő gyalogsétány, ugye ez, egy, ez is egy régi probléma volt, ugye valamikor ezek a 30-40 éves klasszikus, ilyen 50 50 es járdalapok voltak elhelyezve, de ugye már nem volt közötte fugaanyag, ami mereven tartotta volna, illetve az a gyönyörű szép sor, ami még most egyik oldalon látszik, ugye az volt a másik oldalon is hasonló mérettel, és annyira Összenőttek, illetve úgy felnyomták már a járdát, hogy nagyon balesetveszélyes volt, gyalog is van még nehezebb, úgyhogy ez került idén felbontásra, és helyette egy nagyon szép széles sétányt tudtunk megépíteni. A nagy -Kálúi Strandon eddig is lehetőség volt röplabdázni, a negyedik strand röplabda pálya kialakításával lehetőség nyílt országos és nemzetközi szabadidős sportrendezvények megszervezésére. A strand már a nyitásra készül, reményeik szerint gyermeknapon már a vendégek is láthatják a munkálatok eredményeit.